Sziasztok, én Chef vagyok, ebben a felvételben pedig a WZ111 Quillen fogok játszani. Arról, hogy szerintem érdemes-e licitálni erről a tankra, beszélek a Chef Shorts csatornámon, szóval azt mindenképpen lessétek meg, és nem is húzzam az időt, láttátok legénységképességeket, amiket használok. Első körben mindenképpen HP boosterrel, töltéssel, valamint V-stabban játszom, és mivel ugye tudjuk, hogy a Quillen az pontosan ugyanaz, mint az 5A, csak éppen van rajta egy ilyen elképesztő király skin, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt lássuk, majd fel kell tolnom a speciális effekteket. Na de, kezdjünk neki. Ugye, amit még akartam mondani a felszerelések kapcsán, de végül is nem mondtam, hogy én a sima vézőtával nagyon gyakran kigyulladtam, tehát én nagyon gyakran gyulladtam az alattankkal, szóval nekem a normál fiúkon, ahogy egyébként a shortson lévő videóban láthattátok, módosított konfiguráció van, mert tényleg mocskos mód gyakran kigyulladtam a Quillennel. Ebben a körben megpróbálok egy kicsit másképp játszani, mint normál esetben. Ugye, ha a városba bemennék, akkor találkoznék egy csomó Hulden nehéz tank, a 60 TP-vel, IS-7-tel, 277-tel, Early-vel, másik V5-tel, egy Quillennel. Ugye, azt tudni kell, hogy ez a tank nem most először van bent a játékban, körülbelül egy évvel korábban a fekete piacról ilyen 30 misi környékért elhozhatta, akinek volt rá pénze. Én egyébként bevallom, hogy már akkor sem szereztem meg, most pedig erősen gondolkozom rajta, hogy ráköltsek-e bármennyit. Na de, ugye, EBR, Progi 65, Leo, ActionX. Nyilván ezek közül az ActionX-nek van a legjobb toronypáncélzata, mármint azok közül, a tankok közül, amik ugye szemben lehetnek. Ahogy látjátok, egy IS-7 már közelít, az EBR-ünk egyébként tök jó a spottól nekünk. Ami probléma, mert ugye pont azért jöttem el erre az oldalra, hogy ne kelljen megküzdenem az olyan nehéz tankokkal, amiknek a toronypáncélzatát szinte lehetetlen beütni ugye ezzel a 250 mm pen környéki alapövedékkel. Mondjuk az IS-7-est hittel sem tudnám, szóval igazából tök mindegy. Oké, megpróbálunk egyet lőni a hasaremezére. Nyilván nem. De a vakondok legalább megholnak. Hello, IS-7! Vizúsa led! Lehet egy kicsit hagyni kéne dolgozni az UDESZ-t. Neki van toronypáncélzata ellene. Trekkeld oda? Mondom, trekkeld oda! Ajaj! 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 Na igen! Na igen! Ez egy handicap ezzel a tankkal. Ez egy handicap ezzel a tankkal. Ugye az ellenség meglátja, azt mondják, Quillen? És lényegében minden létező erőforrásukkal megpróbálják megsemmisíteni. Olyanok, mint a dalekek, ugye, aki vagy Dokiban. A Doctor Who dalekjai felbukkannak. Nem baj, az első kill megvan. Nyilván nem lenne túl bölcs rárontani az ellenfélre, tuti, hogy széjjel lőnének. Oké, lássuk meg, hogy mik azok a tankok, amik még rejtőzködnek. Ugye, ott egy progi, kukáskocsi, a EBR, oké, ott a progi. Na várjál, melyik a legjobb célpont? Talán a Leo. Ajaj. Ajaj. Nézzük, a progi az talán lőhető. Mindegy, beblindoltam abba az estérvébe. Talán megvan. Na most így nem derül ki, mert ugye a grill kiszedte a vakon. Na, látjátok? Nekem is pontosan ugyanilyen az udeszem. Engem is totál, gyakran, totálisan hülye helyzetből szoktak kigyújtani. És egyébként ez a helyzet a V5-tel is, a Quillennel is gondolom az a helyzet, hogy eléggé gyakran kigyújtják. Amúgy pont azért nem akartam megindulni. De jó, mi volt ott? Leopard 1-es, S-103B, Grille, V5, Rogi... Oh! Oh!
Na jól van, hagyjál békén. Ja igen, csak néhány mondatban a tankról. A szovjet sémára épült kínai nehéz tank egyébként viszonylag jobb gandeppel, mint amit megszokhattunk a szovjeteknél, valamint hoppá, oda blindolunk egyet. Szóval jobb gandep rendelkezik alias legsüllyedéssel, mint amit megszokhattunk a szovjeteknél, valamint a kínai nemzetnél. Ezen kívül alapvetően van toronypáncélzata, de ugye van rajta kettő kupola, azt jellemzően ellövik, a hasilemez az papír, igazából a 8-as tankok is eléggé gyakran beütik. A felső lemez pedig nem kimondottan erős, a felső lemezét már az ilyen 10-es közepes tankok kíklövedékkel, sőt egyes 9-es közepes tankok kíklövedékkel messzék lövik. Ja igen, egyébként szerencsém van, hogy a tüzér valamiért nem velem foglalkozik, bár megmondom őszintén, ha nem figyeltem, hogy a GVS-100 egyáltalán lőtt bárhová. Ameddig az LBR játékban van, addig nyilván nem tudunk menni. Valahogy amúgy rá kéne jönni, hogy a bokor melyik részén van az LBR. Mondjuk így, hogy nem vagyok spotton egyáltalán, az nyilván nem a legegyszerűbb művelet. És az a gond, hogy igazán blindolgatni sem tudok. Jó, mindegy, nem számít. Amúgy lehet, hogy egyszer már eltaláltam vakon az LBR-t, azon gondolkozom. Mondjuk lenne egy trükk arra, hogy megalapítsuk, hogy pontosan a bokor melyik részén van. Oké. Hát, hogy el tudom-e lőni. Oké, éppen csak. Egyébként ebben a körben a rollok azok egyáltalán nem szerencsések. 4.36, 4.25, 4.64. Egyáltalán nem sebzel meg az átlagot. Az átlag egyébként ugye 490. Gyerünk Becset, el kell találnod. Nem már Becset? Egy dolgod volt. Egy dolgod volt, Becset! Hát ez viszont így nem a legjobb. Oké, mondjuk én is elmisszeltem, szóval érted, ebből a szempontból egy rossz szavam nem lehet erre a Becset játékosra. Egy kicsivel ugye az ellenfél jobban áll, mint mi. Mondjuk nyilván ezzel nem segített az sem, hogy elveszettünk egy csomó tankot. Mármint az udeszünket gyújtották, a bet valamiért végig ott játszott olyan pozícióban, ahol ugye fel tudják spottolni. Egyébként nem állunk olyan rosszul, mert az ellenség tele van olyan tankokkal, amikkel igazából Huldánban nem nagyon tud játszani, tehát annyira nem kell nekem kétségbe esni. Hát... ugye végig spotton vagyok, ami hát nyilván nem szerencsés. Jó, tudjátok mit? Lehet, hogy az ellenfél be fog jönni itt. Tök mindegy, ha bejönnek, akkor bejönnek. Nem biztos, hogy én tudom magam tartani. Hát egy kicsit inkább visszabeállok. Ennek semmi értelme, hogy én végig spotton vagyok. Igazából csak időkérdése, hogy az ellenfél úgy döntsön, hogy engem le akar lőni. Be tudnak flankelni, a rengeteg lehetősége van az ellenfélnek. Most nézem, hogy közben egy grillét is kiszedtek, egy jó ég. Oké. Hello, kamion. Hát úgy látom, hogy ezek a vaklövések nem ment ebbe a grillentyűre. Ilyenkor lehetne lőni egy repeszt akár. Hoppá! Figyeld! Mekkora csel! Oda trackeltük, az arti pedig megkínált a 9-17-tel. Tökéletes. Remélem amúgy egy-két blind most már így a végjátékra valóban be fog menni. Arra a grillentyűre. Pingeli a GVS-100, hogy ő éppen célozza az elemér 1-es pozíciót. Ja, EBR. Mondjuk abban a szempontból nem olyan rossz az a pozíció, hogy talán a városból tudnak majd támogatni a többiek. Arra kell figyelni, hogy azok a tankok, amik ott kempelnek a világ végén, azok lehetőleg ne tudják kijelölni a vézőtámat. Amúgy nyilván jobb lenne, ha valaki segítene, tehát nyilván jobb lenne, ha legalább egy tank lenne mellettem. Az a baj, hogy nem tudok figyelni mindenhová.
És hogyha döntenem kell, hogy a bal oldalt nézzem, vagy a jobb oldalt, akkor inkább a jobb oldalt. Na, most már csak azok a talánkok maradtak, akik ugye ott kempelnek a... Milyen pozíció ez? H3-ban? E4. E4. Jó, a E4-ben kempelnek. Hello főnök. Nézd meg, az aukciós tankok, a rivális aukciós tankok összecsapása. Ha! Mind a ketten elrontották! Ajaj, én is elrontottam. Ajaj. A HP boost miatt nem tudnak velem végezni. Amúgy örülnék annak, hogyha attól a GVSS-tól kapnék támogatást. GVSS uram, ön nem akar egy kis... Elrontotta? Nem! Menj innen, Leopárd! Menj innen! Menj innen! Menj innen! Menj innen! Gyerünk! Ez az! Na! GV100, könyörgöm, segíts! Segíts GV! Segíts GV! Elrontotta? Mi a fene? Holy moly! Arti! Rupert, te mit csináltál? Rupert, te mit csináltál, ameddig ezzel a három tankkal harcolnám? Rupert, hova nézel? Ezt figyeld! Szövetséges tüzér, azt figyeld! A távolba réved, azt figyeld, hogy célozza a tankot! Rupert! Öreg! Nem baj, ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy mégis milyen az, amikor lángot köp az ágyú. Ja igen, speciális effektek. Ugye tök jó az a skin, nem látszódik, hogyha a különleges effektek nincsenek bekapcsolva. Hát de még, hó, várjál, villant. Ja csak hát félszemű nyilván, szóval nyilván nem látszódik, mert félszemű. De várjál, lőjünk még egyet. Na? Mi van most? Az előbb még volt valami. Úgy tűnik, hogy a többiek nem találják a GVS-százat. Oh, kemény, jól van. Rupert, veled mi a helyzet? Ja, egyébként a városban van. Nem néz ki rosszul egyébként, csak hát ugye... Wow. Ugye akkor látszódik... hát ez az effekt, amikor ugye be van kapcsolva. Viszont nyilván nem tudom, hogy láttátok-e valamelyik olyan videómat, ami arról szól, hogy a grafikát hogyan kell beállítani. Ugye ezeket a speciális effekteket én szándékosan kiszoktam kapcsolni. Nem az FPS miatt, lehet, hogy valamilyen szinten befolyásolja azt is, hanem sokkal inkább azért, mert vannak olyan, hát nem tudom, események, tehát például mondjuk füstöl egy ház, és a füsttől nem látod rendesen ugye a célpontot. Na ez például egy elég nagy negatívum. Vagy például, gyorsan kikapcsoljuk egyébként a következő csata előtt. Vagy például mondjuk toltok egy CV csatát, oké? Vagy valamilyen advanced játszatok, tök mindegy. És gondolj bele, hogy összecsap az a rengeteg tank. Mondjuk azt mondja nektek az FC, hogy máj szóval be kell pusolni a dombot. És akkor bepusoljátok, és akkor lőttök, mint az állat, minden lövegfüstöl, ugye? Meg mondjuk megsemmisül egy-két tank, azok a roncsok is füstölnek, mint az állat, és már semmit nem látsz a harcból. Na, ugye ha nincsen bekapcsolva az effekt, akkor ezt el lehet kerülni. Egyébként a tank előnye az, hogy mozgékony, van páncélzata és jó a lövege. Kérdés, hogy miért nem látunk sok vézőt a csatákban. Nyilván azért, mert hulldown meta van, és mondtam nektek, hogy bár van torony páncélzat, de az a két gyenge pont az könnyen ellőhető, vagy legalábbis könnyebben, mint a legtöbb tank esetében. És egyszerűen én azt tapasztaltam, hogy az emberek inkább bejönnek egy Super Conquerorral, vagy bármilyen olyan tankkal, Kramwagennel,
ami ugye most inkább meta. Egyébként randomban, ettől függetlenül a VZ-t, vagyis hát a Quint ugye, egész jó használni. Szóval én ebből a szempontból nem érzem gyengének, de nyilván, hogyha egy olyan tankkal nézel farka szemet, hello, ilyesét, amit ugye te nem tudsz beütni, mert van egy olyan páncélzata, amit egyszerűen nem vagy képes penetrálni. Nem, inkább mégsem. Neki meg ugye megvan az esélye arra, hogy téged beüssön, az para. Ne tolj már te! Öreg! Na jó, elmegyek innen. Menj már itt! Menj innen! Undorító játékos. Ugye annak a pozíciónak a lényege az lenne, hogy nem kell felmenned, viszont huldámból tudod lőni az ellenfelet. Tehát ez a lényege annak a pozíciónak. Nyilván lehet játszani a pozíciót, hogy a hátulról nem lögdös téged valaki. Szóval ő csak úgy felmegy, és nem lövik el. Persze. El is hiszem. Na mindegy, egyébként ez egy jó pozíció. Nyilván vézőtával necces, főleg így van arti, ha van arti, akkor nezen játszható. Egy 260 egyébként sokkal alkalmasabb erre. Illetve, amit még kiemelnék a vézi öte vagy a Clean kapcsán, egyébként ez a bemutató vagy csak ilyen játékmenet videó jó lehet azoknak is, akik a sima vézi ötet választják, vagy azt használják manapság. Szóval, hogy a hitlövedék az elképesztően erős, 340 mm penérték az brutálisan jónak számít. Azzal tulajdonképpen mindent penetrálsz, kivéve mondjuk ilyesét, aranypáncélzat, az E3-nak a kupoláját, hát jó esélye beütött, de mondjuk arról már én szoktam pattogni. Szóval ja, nem egy rossz tank. Ami negatívum, hogy mondjuk ha valaki mondjuk gammákat húz a vézőtával, akkor nagyon esélyes, hogy ugye főként hittel fog lőni, egyszerűen kevés bele a lőszer. Ha mondjuk dupla egy lenne benne, akkor hozna valaki mondjuk 30 szalpét, meg mondjuk 30 hitet vagy valamit, de ugye kevés bele a lövedék, szóval nem igazán van választásunk. Érünk, futúr, nézd fel, tudom, hogy te is akarod. Lőjünk egy repeszt abba a házikóba. Mert Moisen nézi, mi történt. Hát figyelj, igazából a TNH meg 2 futur 4 dolgozik össze. Hello TNH. Igen, szóval ő játszik össze az a futur 4-jel. Ajaj, futur bontogatja a tankunkat, hoppá. Valaki végezze ki? Amúgy eléggé könnyű láncolni az ellenfelet, ez egy eléggé nagy kaliberű ágyú, ami egyébként elég gyorsan tölt. Szóval látjátok, hogy sokkal gyorsabban betöltöttem, mint a Moisen, holott ugye őrült először. Na jó, mindegy, agresszívak leszünk. Mondjuk lehet, hogy alapvetően nem kéne annak lenni. Na gondolkozzunk, van még egy K91 PT, ami nem volt sporta, nyilván ott van. Mondjuk hol máshol játszani ugye egy olyan tank, ami eddig még nem volt sporton. Lőttük volna, na a tortóíz egyszerűen jól dőzített. Jó, most lőtte el magát ugye a 705-ös. Hát erről inkább nem mondok semmit erről a lövésről. Igen, ammóra érzékeny is, azt mondtam már. Lőszer, meg ammó. Jó kombináció, mi? Jaj. Jó. Amúgy ez valami stokkos TNH lehet. Mert általában nem duplán lő.
Jaj, kapja a támogatást attól a futur néptől. Ezt nem rontatjuk el. Oké. Okay. Na nézzük, minden tank ismert, mármint a pozíciójuk. Lélenne kicsit agresszióbban játszani. Igen, kérdés, hogy mit lehet feltenni erre a nehéz tankra, ha mondjuk valaki nem akar HP boosterrel játszani, HP boostert. A sebessége szerintem elegendő, nem hiszem, hogy nagyon sok értelme lenne annak, hogy valaki a vízőtát esetleg turbóval játsza. Én mindenképpen maradnék a HP boosternél. Főleg randomban, szerintem ennél a nehéz tanknál rendkívül jól tud jönni az, hogy egy kicsivel több lövést tudtok felfogni. Gondoljatok bele például az előző karikára, ugye ott is meghaltunk volna, hogyha nincs ugye a HP booster, ugye pont azért éltem túl, mármint ha nem tévedek. Oké. Okay. Meg ugye most van 818 HP, ami azt jelenti, hogyha esetleg az a V5-ös engem ugye meg akar lőni, és valószínűleg amúgy meg akar, bejövünk inkább alulról, akkor ugye jó eséllyel túléljük. Míg egyébként ugye normál módon ugye ez a V5 pedig végezne. 200-zal nagyjából kevesebb lenne a HP-nk. Hoppá! Minusz 115. Jó, akkor nem mondtam semmit, ennyi. Kémény akartam lenni, azt mondtam, ugyan már, van HP-nk, nem kell kétségbe esni, ha? Hát ezt megoldottam, nem baj. Nem baj, semmi gond. Annyi, hogy nyilván nem akarok annyira kimenni arra a V5-re. 700-as alfával rendelkezik. Egyébként, na jó, mindegy, hát ha béne is nem jön ki rám. Jó, oké. Okay. Most megkerüljük. Valami 500 ezer szabad XP-be került a V5 végül. Majd lesz egy olyan short, nem tudtam, hogy kell lejönni ilyen helyekről. Majd a shortson lesz egy ilyen videó. Mi? Mi? Kirülte vakon? Kirülte vakon. Szép volt benne. Szegény magyar játékos. Csak úgy kapta halt. Na jó. Azon gondolkozom, hogy valamilyen más felszereléssel be lehetne mutatni a tankot. Tényleg maximum egy ilyen turbóval, vagy maximum egy ventilátorral, de... Egyébként a Quirin nagyon jónak tűnik ezzel a konfiggal. Ugye nekem normál fiókom módosított konfiguráció van. A tank az tényleg gyakran gyullad, lövik a motort benne, ilyen órák kelgetik. Szóval, hát nem tudom. Igazából ez egy biztonsági játék lenne a Modify Configuration. Ventilátort lehetne még tenni bele, de őszintén megmondom, hogy én ennek a HP-nak látom legtöbb értelmét. Maximum egy turbót meg lehet nézni, ha valakinek van már mondjuk egy 6-os szintű field modja, de én nem cserélném le ezeket a felszereléseket. Na most videó kedvéért nézzük meg, hogy milyen lenne akkor ez a tank. Mondjuk bepróbálnék maximális tűzerő szinten játszani vele. Ugye a ventilátorral kicsit gyorsabban töltünk, tehát ugye nyilván megnő a tűzerünk. Kicsit jobban tudunk vele spottolgatni, de alapvetően egyébként mondom, alapvetően én mindenképpen a HP boosternél maradnék, csak azon gondolkozom, hogy ha már egy videóban vagyunk meg minden, akkor esetleg meg lehetne próbálni valamilyen más felszerelést. Ez egy érdekes térkép egyébként, ugye lehetne egy olyat csinálni, hogy mondjuk HP boosteres megoldás, és mondjuk azokon a pályákon, ahol tudom, hogy sokat kell mozogni, ugye be lehetne tenni egy turbót. Amit el lehet érni most ezzel a field moddal, ez nem más, mint hogy elmegyünk ugye a jobb oldalra, az 1-es-2-esre, és megnézzük, hogy vannak-e olyan tankok, amik át akarnak ott futni.
ez egy olyan mezőny, vagy közeg pontosabban, ahol a vézőtávon szerintem nem vagyunk igazán előnyben. Ugye, Remwagen vézőtömötös, azok erősebb tankok, mint a Krillin. Nyilvánvalóan. Van két arti, rengeteg közepes tank. És ez azért gond ugye, mert a közepes tankok tudják meghatározni azt, hogy ugye a harc az hol kezdődjön meg. Megpróbáltam a kupolán ellőni. Nyilván nem jött össze. Hát maximum egyébként egy V4-es van ott a háttérben. Ugye most látjuk, hogy a kukás oda megy. Én azt mondom, hogy nem kockázatok. Mondtam nektek, hogy a toronypáncélzaton vannak gyenge pontok. Ugye valamelyik kupolát az a FATD eldövi, akkor mínusz, nem tudom, 1200-1800 ebből a tankból. Én azt mondom, hogy ez nem éri meg a kockázatást. És önmagában tényleg arról van szó, hogy ez a közeg ennek a nehéz tanknak nagyon nem kedvez. Bár még hozzá kell tennem, hogy még mindig több az esélyem egy Quillinnel egy ilyen pályán, mint mondjuk egy Mausszal vagy Type-öttel, tehát nem olyan rossz a helyzet. De nyilván ez egy nagy pálya, itt nagyon sok múlik azon, főleg egy ilyen matchmakingben, ahol rengeteg TD van, két arti, rengeteg az a pesi tank, hogy melyik csapat hogy tudja spottolni a másikat. Nyilván vannak egyébként olyan TD-k, amik ott fent állnak. Szóval azokkal mindenképpen kalkulálni kell. Igazából biztonsági játékot tudok játszani. A legtöbb egyébként ebben a helyzetben, amit tehetünk, én azt gondolom, hogyha nem veszítjük el a HP-nkat. Mégpedig azért, mert nyilván az ellenfél azt várja, hogy mikor leszek agresszív, mikor akarok rájuk rohanni, és ilyenek. Igen, egyébként egy kicsit elakadt a szava, amikor a tüzér belém vágott 400-at. Arra valahogy nem voltam felkészülve. Nem rossz egyébként a Leo taktika. Mondjuk ugye nyilván ezt a lépést nem egy Leo-val kellett volna alapesetben megjátszani. De ez egy nagyon okos döntés volt, mert ugye így a szikla miatt azok a TD-k tulajdonképpen kiesnek a csatából. A romolás egyébként alapvetően nem egy megérős lépés ezzel a Quillinnel, de mindenképpen azt akarjuk, hogy minél gyorsabban meghalljon a Remwagen, vagy pontosabban megsemmisüljön. Igen, ez egy ilyen közeg, szóval nincs mit tenni, be kell menni, harcolni kell. Nem egy nehéz tanknak való vidék ez a helyzet. Viszont azok a tankok ott nincsenek igazán jó pozícióban. Ugye a V4-est esetleg a gyenge ponton el tudnánk lőni, ha eltalálnánk. Amúgy például itt van ez a helyzet. Látjátok, hogy nem sok használt veszem eddig ennek a ventilátornak. Ugyanúgy tudtunk deríteni a HP boosterrel is, mint jelenleg tudunk. Viszont ugye eléggé kevés a HP-m, szóval lehet, hogy az a V4-es engem eltalál és megsemmisít. Lenne még plusz 220 HP-m, akkor nem félnék attól a V4-estől. Ebben a helyzetben megpróbálkozunk azzal a hitlövedékkel. Erről van szó. A hitlövedék ennél a tanknál elképesztően beteg. Nagyon rám van kattanva. Amúgy az a baj, hogy most... Igen, az a baj, hogy a tüzér az csak engem akar egész meccs alatt. Igen, hát amúgy számítottam, de figyeltek, ez a kör igazából meg van nyerve.
ez van, okos volt az Arti, kilőtt, szép volt, szerencséje volt, igazából ez tényleg csak szerencse volt, eltalált és ennyi. Az LNG azt mondta, hogy összejön neki. Na jó, minden esetre, amit a Quillinről el tudtam mondani, azt szerintem elmondtam. Én nem gondolom egyébként, hogy 20 000 aranyat erre a tankra rá kellene tenni. Egyébként az okokat elmondtam abban a videóban, amit a Shorts-ra feltöltöttem. Egyéb iránt azok, amiket elmondtam ebben a felvételben igazak a vízőtárra. Tehát ha valaki esetleg ki akarja fejleszteni ezt a 10-es kínai nehéztankot, én mindenképpen ajánlom. A felszerelések kapcsán pedig én mindenképpen maradnék a HP boosternél. Már csak azért is, mert ha az lett volna fent ebben a körben, mi mindig játékban lennék kb. 200 HP-val, és lehet, hogy nem 2000-rel, hanem mondjuk 2500 vagy esetleg 3000 sebzéssel tudtam volna zárni a csatát, hiszen láttátok, hogy amint engem a tüzér megsemmisített, ugye a többiek azonnal kiszedték. Ha tetszett a felvétel, egy lájkot mindenképpen lőjetek nekem erre a videóra, én Chef voltam, nagyon szépen köszöntöm a figyelmeteket, és tudjátok, hamarosan megint találkozunk, addig is, pacsi mindenkinek, sziasztok! Remember, there's always madness. You can just step outside and close the door and all those dreadful things that happened, you can lock them away. Madness is the emergency exit.